lesz egy összekötés, mert a konyha az kifogja szolgálni a bölcsőt is. A nagymányoki polgármester épp azt mutatja, hova épül az új bölcsöde, és hogyan kapcsolódik majd az óvoda épületéhez. Van egy mini óvodai csoportunk. Valamikor azt hittük 10 évvel ezelőtt, ez egy borzasztó nagy épület, föl se tudjuk tölteni, most eljutottunk odáig, hála Isten, hogy kicsi lett az óvodán, ki kell venni bele az óvodai csoportot, illetve a bölcsidei csoportot. Nyertünk pályázaton 135 millió forintot egy ehhez az épülethez kapcsolódó bölcsidei rész létrehozásához. Itt annyit kell tudni, hogy azért a kiszolgáló létesítmények egy része az egybe lesz, tehát a konyha és a összekötő rész az egybe lesz ezzel az épülettel, így férünk bele ebbe a pénzbe, nyögvenyelősen, de meg lesz. Kész a közbeszerzés, megvan a kivitelező munkaterület átadás, megtörtént. Tegnap meg ma már fölvonul a cég, hordják a gépeket, építőanyagot, és a befejezés, hát úgy szeretnénk, hogy szeptemberben már működjön engedéllyel. Az állami támogatásból épülő rész alapterülete 300 négyzetméter lesz a tervek szerint. Egyelőre egy csoportszobánk lesz, aztán úgy terveztük, hogy ha majd esetleg szükség lesz rá, akkor hozzáteszünk még egy csoportszobát, de úgy gondolom, hogy ez a tendencia marad, ami most az elmúlt 10 évben megfigyelhető volt nagymányokon, akkor körülbelül 6-10 év múlva, mire kinőnénk ezt a bölcsődei csoportot, addigra egy új óvodát is kell építeni. 12-14-jel tudunk indulni majd, de ez azt jelenti, hogy a mini bölcsünk csak 6-8 fővel tud menni. Ha innen kivesszük ezt a 6-8 főt, akkor ugye duplázni tudjuk az ottani létszámot, illetve itt felszabad egy csoportszoba, ahol mondjuk 25 óvodás még be fog férni. Egy nagyon kellemes állapot, amire soha nem gondoltunk volna. Ebben úgy gondolom, hogy benne van az is, hogy Mányokon van munkahely. Eladó a házunk, meg lakásunk már nem nagyon van, mert minden szinte azonnal el kell, de hát az ipar mindent húz magával. Az új épület új munkahelyeket is teremt a településen. A polgármester elmondta, hogy 3-4 kisgyermekgondozóra biztosan szükség lesz szeptembertől.